Múlt hétfőn egy szabadnapos tűzoltó is segített kimenteni 6 embert egy nyíregyházi társasházból. Nagy baj is lehetett volna, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem történt tragédia. Ennek az esetnek a tanulságairól is szó esik ma, de nézzük még, hogy miről. Fejlesztések Kálósemjénben. Egyre több a kisgyermek, új bölcsőde épült a településen. Új tornaterem Nyírteleken. Az oktatási fejlesztésnek népesség megtartó ereje van. Lakástüzek megyeszerte, mit kell tenni, ha a környezetünkben tűz üt ki? Egyre több gyermek születik a kálósemjéni családokban, ezért a településen új bölcsődét kellett építeni. Hosszabb távon természetesen az óvodát is bővíteni kell a településen. A témával kapcsolatban pedig vendégem Berica László, kálósemjén polgármestere. Jó napot kívánok, polgármester úr! Tényleg ennyire bővül Kálósemjén? Gyerek száma? Azt vettük észre az elmúlt időszakban, illetőleg azt tapasztaljuk, hogy a településnél a gyermekvállalási kedv az kis tartolt, tehát egy nagyon nagy emelkedésben vagyunk, és maga az intézmény átalakulás, ami az elmúlt időszakban tetten érhető volt szinte minden önkormányzatban, az már nem képes befogadni azt a gyermek létszámot, amit egy bölcsödei férőhely ad, mint mini bölcsöde egy településnek. Ez mindösszességében ugye 7 gyermeket jelent, ettől sokkal-sokkal több gyermek elhelyezésére kell, hogy sort kerítsünk. Tehát akkor a gyermekvállalás miatt is, illetve azért a lélekszám is emelkedik. Igen. A lélekszámot illetően a legutolsó népszámlálásnál a településen, aki koordinálta ezt a folyamatot, ugye megrökönyödve hallottuk azt, hogy több mint egyharmada a településnek, a települési épületeknek az lakatlan. És az elmúlt időszakban ez rohamosan csökkent. A településünk támogatott formában van az otthonteremtési kedvezményeket illetően, és nagyon sok városi család, városból származó család települ ki a településre, és ők ugye természetesen gyermeket vállalnak, illetőleg gyermekeket hoznak magukkal, ezáltal az intézményeinknek a kapacitását folyamatosan figyelnünk kell. Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy konkrétan a falusi csokról van szó. Így van. A falusi csok az ennyire megtette hatását, hogy egyre nagyobb a lélekszám, nem a tekintetben, hogy több gyermeket, nem csak a tekintetben, hogy több gyermeket vállalnak, hanem ugye a betelepülők száma tekintetében is. Így van, illetőleg az, aki mondjuk eddig egy gyermek boldog édesapja, illetőleg édesanyja volt, és ezeknek a kedvezményeknek köszönhetően vállalták a másodikat, a harmadikat, esetleg a negyediket. Önök szerint mennyire jelhető akkor ennek megfelelően a településük, az önök települése? Mi szeretünk Kálósemjénben élni, ugye maga a településünk is több mint 750 éves múltra tekint vissza az idei évben, 1271-ben említették legelőször a települést, illetőleg még az idei évben egy másik olyan jeles esemény is van, hogy 550 éve mezővárosi rangot kapott a település, 50 éve az, hogy nagy község vagyunk, tehát ezek mind-mind arra mutatnak vissza, hogy a település egy élhető, már a honfoglalás kora óta egy lakott vidékről beszélünk. Az mindenkori önkormányzat, illetőleg a település lakói is folyamatosan azért dolgoznak, hogy ez a település élhető legyen, jó legyen itt élni. Én úgy látom, hogy maga a csapat, aki mögöttünk áll, az önkormányzat mögött, arra méltán lehetünk büszke, illetőleg az ott élő embereknek a kezemunkájára is. Ha már az évfordulókról beszélünk, akkor, ha jól tudom, könyvet is fognak készíteni ezen jeles események alkalmából. Mindenképpen ezt egy fontos hiánypótló kiadványnak tekintjük. Azt vettük észre ebben a digitális felgyorsult világban, hogyha az ember mondjuk vesz egy, abszurdot mondok, egy cipőt a plázában, akkor már is 5 fotó készül róla, még a holdra szállásról nem is tudom, hogy hány fotó készül, de minden bizonnyal ott sem sokkal több. A régi fotókat, amelyek a padláson voltak, illetőleg a nagymama szekrényében, megkértük a helybelieket, hogy hozzánk el, ezeket digitalizáljuk.
Emellett pedig természetesen az idős emberekkel interjúkat készítettünk az elmúlt hónapok során. Ezeket egybegyűjtöttük, és a település szinte minden élet részét, tehát a vasútállomás, a tanyák világa, az oktatás, a közigazgatás, és hagyj ne soroljam, ezeket egy egységes szerkezetben, egy könyv formájába fogjuk az idei évben, augusztus folyamán a településünk falunapján közreadni. Még térjünk ki mindenképpen a fejlődésre. Egy olyan település, mint az önöké, honnan számíthat egyáltalán bevételre, amelyből a későbbiek folyamán fejleszthet és még érhetőbbé teheti a nagyközségét? Örvendetes az, hogy a települési önkormányzatok irányából ugye a területi operatív programok, mint legnagyobb fejlesztési források rendelkezésre álltak az elmúlt időszakban. Ezeket megpróbáltuk maximálisan a lehetőségeinkhez képest kihasználni. Itt most, amit ki tudnék emelni a területi operatív program megvalósításából, az az, hogy kerékpárutat létesítünk a településen. Mindenképpen nagyon fontos az, hogy a település belterülete igen hosszú, több mint 2,5 kilométer hosszú a településünk, és nagyon sokan használják a kerékpárt, mint közlekedési formát. Másrészt pedig a településünk a Mária út vonalnak a nyomvonalán is fekszik, tehát nagyon sok zarándok is érkezik a településen keresztül Máriapósra, és ez az utolsó pihenőhely számára. Két zebra is meg fog valósulni, többek között ezen beruházás keretein belül. A másik nagy fejlesztési forrás, ami egy ilyen önkormányzatnak, illetőleg a hozzánk hasonló önkormányzatoknak rendelkezésére áll, az a Magyar Falu Program. A Magyar Falu Programban pedig ugye folyamatosan alakítják a programnak a nagy irányait, és ebben is az elmúlt időszakban jó pár pályázatot nyújtottunk be, illetőleg elbírálás alatt is vannak beadott pályázataink. Bízunk benne, hogy ezek is a közeljövőben erről majd szót tudunk ejteni, és meghívnak akkor is. Konkrétumot nem mondott, akkor nem akarja elszólni magát? Egyelőre még ugye, ami nem biztos, az arról nagyon óvatosan szokott az ember véleményt formálni, de remélhetőleg örömmel fog értesülni a nagy közönség erről is. Viszont a bölcsödei fejlesztés után azért van még egy másik intézményforma, amelyet újfent fejleszteni kellene ahhoz, hogy a bölcsödéből érkezőket kiszolgálja. Így van, tehát az idei év folyamán lezáródik a bölcsöde épületének felépítése, annak berendezése, az engedélyek megszerzése és a két csoportos bölcsödének az elindítása. Ez ugye 24 gyermek elhelyezését teszi lehetővé, új munkahelyek is fognak részesülni ezáltal. A másik jellegű nagy fejlesztendő intézmény egységünk az az óvoda. És az óvoda épületénél azt vettük észre, illetőleg azt tapasztaljuk, hogy a gyermeklétszám növekedésével az óvoda épületünket azt sajnos kinőttük. Ezt a területi operatív program keretein belül szeretnénk majd megvalósítani. Jelenleg, ami már a úgymond elnyert pályázatunk, az egyik óvodai épületünknek a felújítása, energetikailag történő korszerűsítését teszi majd lehetővé. Ami még fontos ennél az intézménynél, ami nem hazai forrás, vagy éppen uniós forrás, az az, hogy az bölcsöde épületnek a megépítésével az óvodának az udvarát elveszítettük. Elveszítették a gyermekek. Vásárolt az önkormányzat a szomszédos ingatlanon egy kertet, és ezen kert keretein belül fog létrehozni egy új játszóteret, melyet a Magyarországon működő Henkel vállalat támogatott, melyhez ugye Kállai Helén neve is fűződik, másrészt pedig külföldön élő magyarok, tengeren túli magyarok adományából fog ez megvalósulni. Ez mindenképpen ez egy példaértékű összefogás. Tehát elmondhatjuk, hogy a fiatalok szempontjából és a család nevelés szempontjából és Kálósemjén akkor vonzó település. Hitélet, az mennyire aktív önöknél? Azt
Ugye három történelmi egyház működik a településünkön, és ugye a településnek a mindennapi életében, illetőleg a identitás tudatában is, ugye a címerben benne található ez a három templom. Nagyon aktív hitéletet él a településen élő lakosok, illetőleg a hozzánk betelepült, oda költözött lakosok is, úgy látom, hogy fontos számára. Ugye Mária út, illetőleg Mária Pucs közelsége véget a görögkatolikus hívek vannak a legnagyobb számban, ezt követően a római katolikusok is, bár kisebb fenekezet, de mégis nagyon aktív a református egyház közösség is. Az egyház vezetői igen aktívak, illetőleg példaértékűek olyan szempontból is, hogy olyan új kezdeményezéseket honosítottak meg az elmúlt évek folyamán, ami mindenképpen az egész település javát szolgálja. Mennyire tudnak együtt létezni egyébként Nagykálóval, a szomszédos Nagykálóval és Mária Pucssal? Én úgy gondolom, hogy önkormányzati vonulatban teljesen kiegyensúlyozott a települések közötti kommunikáció, illetőleg együttműködés. Ugye a lakosok is, azért vannak itt rokonságok, átfelő rokonságok is, illetőleg azért kistérségi szinten is az intézmények is kapcsolódnak. Valamint azt mindenképpen ki kell emelni, hogy az Kálósemin település az egy hatalmas átmenő forgalommal rendelkező település, illetőleg mind Mária Pócsról, mind Nagykálóból érkezők azért itt a különböző szolgáltatásokat igénybe veszik. Köszönjük szépen! Köszönöm én is a meghívást! Bővítik a Szent Anna katolikus általános iskolát Nyírteleken. Az intézményben új sportcsarnokot, újabb tantermeket és közösségi szintereket alakítanak ki. A beruházáshoz szükséges 500 000 000 forintot teljes egészében a Debrecen Nyíregyházi Katolikus Egyházmegye finanszírozza. Kerecsen József járt a sportcsarnok alapkőletételén. 290 tanuló jár a nyírteleki Szent Anna katolikus általános iskolába. Az intézmény fő épülete azonban nem biztosított elegendő helyet ahhoz, hogy minden gyermek számára itt történjen az oktatás. Mivel kevésnek bizonyultak a meglévő tantermek, az iskola két év folyama a város egyik másik részére kényszerült. Ráadásul a sportoláshoz szükséges feltételek sem voltak már megfelelőek, így az intézmény pályázott egy teljesen új sportcsarnok megépítésére. Nem csak a testnevelés órák számára lesz azonban új szintér, hanem három új tantermet és különböző csoportszobákat, valamint a lelki feltöltődést elősegítő tereket is kialakítanak. A régi épület részeink megújulnak, a régi sportcsarnokból, illetve az csak egy tornaterem volt, a tornateremből kiképzésre kerül 4 tanterem, és új vizesblokkjaink lesznek, szertáraink, orvosi szoba, a kápolna is átrendeződik egy picit, tehát voltak éppen a régi épület részben egy látványos felújítás történik, és ahogy ugye hallották, egy teljesen új sportcsarnok épül. Arra készülünk, hogy nekünk most egyenlőre 2 épületünk van, tehát az alsó és a felső tagozat külön épületben 3,5 kilométerre helyezkedik el egymástól, ami a szakmai munkát most már elég nagyban megnehezíti, és hogyha az új épületrész, a bővítés átadásra kerül, akkor a nagy terveink között szerepel az, hogy a felső tagozat és az alsó tagozat egy épületben el fog férni, és ebben az új komplexumban nyilvánvalóan reméljük, hogy a pandémia utáni helyzetben hát nagyon vidám és nagyon, nagyon energikus és élettel és sportesemények fognak zajlani majd. A katolikus egyház 2017-ben vette át a nyírteleki általános iskola fenntartását. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke azt emelte ki, a gyermekek lelki és testi fejlődése érdekében döntöttek úgy, hogy teljes mértékben magukra vállalják a beruházás költségeit. Amikor az egyházunk iskolákat, köznevelési intézményeket tart fönn, akkor igazából a gyerekekre gondolunk, azokra, akiket a szülők bizalmuk révén ránk bíznak, és azt mondják, hogy legyen közös a munkánk, legyen közös a szolgálatunk, hogy a gyerekek érdekében minél többet tegyünk. Amikor 4 évvel ezelőtt átvettük itt Nyírteleken az iskolát, akkor arra gondoltunk, hogy összefogva az itt élőkkel, az itt élő szülőkkel,
a gyerekek érdekében mi is valami értéket hozunk majd és teszünk hozzá. Ez egy jó iskola volt akkor is, és reméljük, hogy a mi fenntartásunkban még jobb lesz. És ez egy nagyon nagy kegyelem, hogy mondhatom így, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy saját forrásból tudjuk bővíteni ezt az épületet, és tudjuk felépíteni ezt a csarnokot, amely azt hiszem hiánypótló, és a gyerekek nagy örömére fog szolgálni. Az új sportcsarnok 600 négyzetméteres lesz, tágas öltözőket és kiszolgáló helyiségeket is kialakítanak hozzá. Nyírtelek polgármestere arról beszélt, nem csak az itt dolgozók és tanulók számára fontos az új létesítmény, a termet ugyanis bármely városlakó, aki sportolni vágyik, igénybe veheti. Nagyon nagy lépés ez, nem csak az iskolának, hanem Nyírtelek város településének is ez nagyon fontos. Nagyon jó, hogy ez létrejött, mert egy olyan sportolási lehetőség lesz nem csak az itt élők gyerekeinek, hanem az itt élőknek is, ami eddig nem volt a településen, illetve nagyon jó, hogy az egyházmegye és a város között egy ilyen kapcsolat van, amelynek következtében ez megvalósulhat. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, ma már nagyon fontos, hogy a gyermekek számára ne csak az oktatás színvonala legyen megfelelő, hanem a kultúrát, környezetet is megteremtsék. Egy iskola, egy település meghatározó közintézménye, és az itt tanuló gyerekek testépsége fontos, de talán még fontosabb az a lelki többlet, amit egy iskola tud adni, a tudásbeli ismeretanyag átadásán túl. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az ismeretanyag átadása mellett a nevelés is nagyon fontos, és itt Nyírtelken, ebben a kisvárosban, Nyíregyháza környéki kisvárosban nagyon fontos, hogy egy színvonalas, jól működő intézmény legyen, és én napról napra azt érzem, hogy nem csak a fizikai fejlesztéssel, hanem a lelki fejlődéssel, a szakmai fejlődéssel ez az iskola a legjobb iskolák közé kerül. Bár a munkálatok már javában folynak, csütörtök délelőtt jelképesen egy időkapszulát is elhelyeztek, ami többek között az intézmény alapító okiratát és a beruházás látványtervét is tartalmazza. Az épület részek felújítása és az új sportcsarnok építése a tervek szerint decemberben fejeződik be. Múlt hét hétfőn kigyulladt egy 9. emeleti lakás Nyíregyházán a Fazekas János téren. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően nem történt tragédia, de van az esetnek számtalan tanúsága. Vendégem Leskovics Zoltán alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. Jó napot kívánok, köszöntöm Önt. Jó napot kívánok, köszöntöm a tisztelt televízió nézőket. Hát akkor avasson bele egy kicsikét a történet hátterébe. Mi volt itt pontosan a legnagyobb probléma? Nos, Nyíregyházán több mint 50 úgynevezett középmagas épület van, és van három olyan épületünk, amely meghaladja 30 méter magasságot is. Mi szakmai terminológiában ezt magas épületnek hívjuk, és ezek a legnagyobb kockázatot, vagy úgyis mondhatnánk, a legnagyobb kihívást jelentik beavatkozó tűzoltóink számára, hiszen hogyha egy ilyen épületben keletkezik tűz, akkor ott tulajdonképpen tömeges emberélet kimentésre kell felkészülni, és itt nagyon fontos az, hogy kellő időben, tehát minél gyorsabban, és a lehetséges legnagyobb erőkkel tudjunk kivonulni a helyszínre. Az említett lakóépületben 2019-ben is volt egy tűzeset, akkor néhány szinten lejjebb 6. emeleti lakásban keletkezett tűzesemény, és az elmúlt hétfőn történt eseménynél, ami még kiemelendő, hogy szerencsére ott tartózkodott egy szabadnapos kollégánk, aki tulajdonképpen szolgálatba helyezte magát, és a legszükségesebb teendőket, és a legfontosabb teendőket, tehát az ember életmentését végrehajtotta. Társaival együtt 5 ember mentését végezték el, és itt tulajdonképpen már a kiérkező hivatásos tűzoltóegységeknek már nem volt ilyen jellegű feladata, természetesen a tűz eloltását és a kapcsolódó szakmai feladatokat végre kellett hajtani. Egyébként őt is szerettük volna meghívni a stúdióba, csak hát ő szemérmesen azt mondta, hogy ő a dolgát végezte. A tűzoltók ennyire mondhatjuk azt, hogy szemérmesek tekintetben? Tehát, hogy igen, az említett kollega szemérmes ebből a szempontból, de az egyik legjobb
legelhivatottabb kollégák egyike, hiszen ha visszanézzük akár sportesi teljesítményeit, lépcsőfutó versenyeken kimagasló eredményeket ér el, de szakmailag is csak is szuperlatívuszokban tudunk beszélni róla. Azért a média szeret elég erősen fogalmazni, ha most ő nem lett volna ott, akkor mondhatnánk azt, hogy akár tragédia is történik? Ezt nem tudom most így megmondani, hiszen az a néhány perc, amíg kiérkeznek a tűzoltóink, és följut oda az oltósugár, és följutnak a mentésre kiképzett kollégáink. Természetesen előfordulhatott a legrosszabb verzió is, hogyha nem történik meg a személyek értesítése és kimentése, és valaki tényleg ott a keletkező nagy füstben, mert sajnos legtöbb esetben a füst lesz az a tényező, amely az emberi életet és egészséget veszélyezteti leginkább, és kevésbé a kontakttűz, úgyhogy felkészülhettünk volna a legrosszabb verzióra is. Azok a lakók, akik abban ezekben a házakban élnek, tudják egyébként, hogy tűzveszélyességi szempontból a legveszélyesebb helyen élnek? Tehát, hogy azért itt aztán tényleg nagyon oda kell figyelni, oda kellene figyelni, hogy ne legyen baj. Nagyon bízunk benne, hogy tisztában vannak ezzel a kockázattal. Egyébként alapszabály, hogy minden 3 emeletnél magasabb, és 10 lakóegységnél, vagy üdülőegységnél több épületrész magába foglaló épületnél, vagy épületrésznél tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni, tűzvédelmi házirend a pontos kifejezés, és ebben foglaltakat pedig meg kell, hogy ismerjék az ott lakók, és adott esetben be is kell tartani, és be is kell tartatni az abban foglaltakat, és ez nagyon széles spektrumon tárgyalja az adott épület tűzvédelmi szabályait, kezdve a nyílt láng használatától, a mentési menekülési útvonalak biztosításáról, hogyan kell leadni egy szabályos tűzjelzést, a dohányzás, mint leggyakoribb tűzkeletkezési ok, dohányzási szabályokról, és sorolhatnánk tüzelőfűtőberendezések, tűzoltókészülék, tűzjelzőberendezések, tehát sok-sok minden. Minden, ami egy ilyen lakóépületnél tűzelmi szempontból releváns. Ha valaki egy ilyen lakásban él, és mondjuk tűz keletkezik, akkor mi az, ami első körben a legfontosabb, hogy megcselekedje? Nos, tűz és tűz között is lehet különbség. Nagyon gyakori az az esemény, például, hogy tűzoltóink étel odaégéshez vonulnak ki, ezt klasszikusan mi pörkölt járatnak hívjuk. Ez igen gyakori eset. Ilyenkor ugye rendszerint olajos étel szokott, vagy zsíradékkal teli edény gyullad ki. Nyilván fontos szabály, hogy a vízzel való oltás lehetőséget kizárjuk, és más oltóanyag után kell nézni. De ami legfontosabb, hogy kis tüzeknél kezdjük el oltani. Ezt most nem tudom megmondani, hogy nézetméterre vagy más paraméterre mit jelent, de kerüljük a hősködés és tegyük meg a tűzjelzést. Az állampolgári kötelességünk a tűzjelzés leadása. Tehát mondjuk el, hogy hol vagyunk, mi ég, mit veszélyeztet ez a tűz, van-e emberélet veszélyben, és nevünket is természetesen rögzíteni kell, a visszahívhatóság okán pedig a telefonszámot, és kezdjük meg a környezetünk értesítését. Nyilván itt hangos szóval történő értesítés, tehát hogy tűz van, minél több ember tudjon arról, hogy itt probléma van, és kezdjük el a mentést, menekítést, hagyjuk el az épületet, és ilyenkor fontos az, hogy ismerjük a közlekedési útvonalakat, és figyeljük le. Rendszerint ugye még a régi építésű épületeknél is vannak ezt segítő jelzések, hogy hogyan hagyjuk el az épületet. Most abból a szempontból néztük, hogyha a mi lakásunkban keletkezik tűz, de ha mondjuk a szomszéd lakásában keletkezik tűz ugyanazon az emeleten, akkor mi a teendő nekem, mint szomszédnak? Természetesen, hogyha én észlelem elsőként a tüzet, akkor ugyanaz a kötelességem. Tehát a tűz lehetséges oltásának megkezdése, hangsúlyozva annak méretnagyságát, illetve a jelzés leadása, és nyilván a szomszédot is értesítenem kell. Ha nem tartózkodik oda, akkor természetesen nem vagy később, de az említett
teendő, hogy a környezetünk figyelmét fölhívni, hogy tűz van, és elhagyni, tulajdonképpen kimenekülni az épületből. Beszéljünk arról is, hogy a lakástüzek, ha jól tudom, akkor az elmúlt évben azért megszaporodtak, ugye? Tehát, hogy azért több lakástüzet regisztráltak 2020-ban. Ennek mi volt az oka, és most 2021-ben hol járunk tűzesetek számát tekintve? Nos, természetesen minden évben elemezzük műveleteinket, így a tűzeseteket és a műszaki mentéseket is. Tűzeseten belül valóban a 2020 évben egy kissé emelkedő tendenciát tapasztaltunk. Talán beszélhetünk arról is, hogy elképzelhető, hogy összefüggés van a járvány helyzet, és mondjuk az otthoni tartózkodás és az otthon jellegű tűzesemények számának növekedése között. Ez majd 2021-es statisztikáink lehet, hogy alátámasztják, vagy éppen cáfolni fogják. És mi a helyzet ebben az évben? 160 fölött van az otthon jellegű tüdeseményeink száma. Ezt most nem tudom összevetni, mert nincsen arányos összevetési lehetőség. Mondjuk 2020 május közepéig hogyan történt meg. Ez átlagos tüdesemény számnak minősíthető, de nyilván az egy is sok. Melyek a legjellemző problémák? A konyhában? A pörkölt sztori? Igen, a konyha az kiemelt tűzkeletkezési helyszín, és ott nyilván a sütési-főzési tevékenység, de az elektromos berendezések sokasága, amit használunk, az is egy további kockázat. Második helyen a dohányzás nagyon fontos tűzkeletkezési ok, és visszatérve a társasházak tűzvédelmére, tehát a dohányzás helyszíneit is abban kell esetleg rögzíteni, hogy közösségi területen lehet-e dohányozni. Egyébként nyilván közlekedési útvonalakon ez tilos, illetve otthonokban megengedett ugyan a dohányzás, de felhívjuk a figyelmet, hogy mindig gondoskodjunk az égő dohánynemű eloltásáról, és olyan helyen tároljuk ezeket a dohánycsikkeket, amely nem éghető anyagok közelében nem található. Van még esetleg olyan műszaki termék, amely potenciálisan sokkal könnyebben okozhat tűzesetet, mint bármelyik más? Nincsen, nem tudok így kiemelni. Hát nyilván, amire felhívjuk az emberek figyelmét az elektromos berendezések vásárlásakor, hogy csak is ellenőrzött körülmények között vásároljanak, és győződjenek meg a szabványossági feltételekről, és azokat használják. Beszélt ugye a közlekedési útvonalakról. Már a tűzoltóság is azért jó pár alkalommal felhívta a társasházban, panelházban lakók figyelmét arra, hogy ne rakjanak ki mindent a folyosóra, mert hogy ez megakadályozza a közlekedést egy-egy ilyen adott tűzesetkor. Ez még mindig jellemző probléma, hogy a folyosón laknak félig meddig gyakorlatilag? Igen, ez szinte napi szintű probléma. Tehát azok a folyosók és lépcsőházi részek, amelyek tulajdonképpen mentésre, menekítésre szolgálnak, a tűzvédelmi szempontból kiemelt jelentőségek, azokat átmenetileg sem lehet korlátozni. Tehát az nem tárolási célra szolgáló területrészek. Néha felmerül ilyen kérdés, hogy akkor hova rakjam? Vannak olyan részek az épületben bizonyosan, ahol ez a tárolás megoldható, de semmiképp nem helyezzük ki ezekre a mentési menekülési útvonalakra. Hangsúlyozottan még egyszer, tehát azokat átmenetileg sem lehet leszűkíteni. Ott fogunk kimenekülni, ott fognak érkezni a tűzoltók, ott fognak elbotlani, és ott fog esetleg a mentés menekítés kudarcot vallani. Ezt szokták ellenőrizni? Természetesen. Az említett úgynevezett középmagas és magas épületekben meghatározott időközönként, de rengeteg olyan közérdekű bejelentés is érkezik, amelyekben állampolgárok tesznek jelzést, hogy ezen szabályok esetleg sérülnek, és menjünk, ellenőrizzük a szabályok megfelelőségét, betartását. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönjük szépen. Legközelebb május 24-én, pünköst hétfőn várjuk Önöket. Viszontlátásra!